Galambok a Kossuth téren és galambok az épületeken. Hiába a galambriasztó tüske vagy a madárháló, mégis visszaszállnak. Ez pedig sok problémát okoz a belvárosi épületek üzemeltetőinek. Az egész padlásról, amit letakarítottunk, madártetemet, galambtetemet és madárőrülőiket, az körülbelül 4 darab 5 köbméteres konténer lett vele tele. Ez körülbelül szerintem olyan 2,5 tonna körül lehetett. Most úgy tudunk ellene védekezni, hogy a homlokzatot meg lehet védeni galambhálóval, tehát ez az egy megoldás van rá, az ilyen ultrahangos megoldások nem működnek. És minden évben 2-szer, év elején és év végén, tehát tavasszal és ősszel egy bádogos vállalkozót megbízunk, aki végigjárja a tetőt, a csatornákat, és kiszedegeti a galambtetemeket, mert különben eldugítják a lefolyókat, és leházik a ház homlokzat, ami egy-két helyen most látható is. Nyíregyházán jelenleg is tilos a madarakat etetni, mégis sokan teszik. Ez az oka annak is, hogy a madarak visszaszállnak és kellemetlenségeket okoznak. Hiába a takarítás, a térköven és az épületeken akkor is ott maradnak az állatok nyomai. Próbáltunk állatbarát megoldást találni a probléma kezelésére, és bevontuk az Amatőr Galambász Egyesületet, akik az egyik legforgalmasabb és legfertőzöttebb területen található középület tetején begyűjtik a madarakat, és elszállítják azokat Nyíregyházáról. De hát ennél teljesebb megoldást jelentene, hogyha a városlakók egyáltalán nem etetnék sem a közterületeken, sem pedig az épületek ablakaiból a madarakat, mert hogy az ember tehető felelőssé az állomány elszaporodásáért is, és azért is, hogyha ezek a madarak oda szoknak egy adott területre. A Nyírvévé munkatársai naponta takarítják a madárürüléket, másrészt az elhullott állati tetemeket is elszállítják az állategészségügyi telepükre. A szóvivő szerint a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha mindenki belátná, hogy a madarakat nem csak azért nem lehet etetni, mert tilos, hanem azért is, mert a város köztisztaságának ártanak az ide szokott galambok.